Köszöntöm kedves nézőinket! A Bajai Kultúra mai adásában egy olyan riporttal készültünk, amelyben Vidovics Iván emlékszik vissza barátja és alkotótársa munkásságára, akinek tiszteletére a közelmúltban nyílt emlékkiállítás, valamint beszámolunk Önöknek az idei Pünkösdváró Kórus Fesztiválról is. Tartsanak velünk ma is! Emlékkiállítás nyílt a Borbás Mihály látogatóközpontban Varga Erik régi festményeiből május 18-án csütörtökön. A tragikus hirtelenséggel elhunyt szolnoki művész városunkban is többször mutatta be alkotásait. A Tóth Kálmán utcában ezúttal a Baján maradt munkáit tekintheti meg a lakosság. A néhai művész 1962. november 12-én született Szolnokon, 1989 óta festett, és 2005-ben végzett Egerben rajztanárként. Zenei pályája során pedig 13 szóló basszus gitárlemezt adott ki. A tárlat június végéig látogatható. A jelen tárlat egy tisztelgés, egy megemlékezés Erikről, barátunkról, aki tragikus hirtelenséggel, szívelégtelenségben egy hónappal ezelőtt elhunyt Szolnokon, ugye szolnoki alkotó volt. A tisztelgés a barátsága, az ő alkotói jelene előtt. Ezek az alkotások, hát javarészt inkább egy olyan szűk áttekintés abból a munkásságból, ami őt jellemzi is, technikában, érdeklődésben, irányultságban, nevezetesen táj, képek, utcarészletek, virágok, madarak, a természet ábrázolásnak egy-egy szép momentuma. Úgyhogy ezekből a képekből válogattam, amelyek a saját gyűjteményecském, illetve kiegészülve a Bajai Egymiben talált munkából. Ebből állt össze egy kis gyűjtemény, amit szerény hangsúlyozom, kamarakiállítás, szerényebb áttekintés, nem olyan átfogó tárlat, mint amelyeket korábbi években megszoktunk, vagy láthattuk Eriktől, ahol a legjobb munkáiból, saját válogatásában, az ő áttekintésében és aktuális mondani valója szerint tudtuk taglalni, bemutatni a munkákat. Ez a mai beszélgetés, a mai találkozás így a képeink keresztül nem nélkülözheti azokat az érzelmi tartalmakat, amelyek Erikkel a barátságomat jelentik, hiszen Erik egyik legjobb barátom volt, alkotótársam, és ilyen módon hát rendkívül közel álltunk egymáshoz, mint alkotói barátság. Ez több évtizedet fog át. Több évtized, 1992-től a Márti alkotótáborba való érkezésemtől számolódik. Úgyhogy Eriket így nehéz, de összetudnám azzal a néhány gondolattal elindítva ezt az áttekintést, hogy ő egy nagyon expresszív személyiség volt. Expresszív személyiség, és ilyen módon expresszív alkotó. Az ő alkotói habitusa, stílusa, munkamódszere nyilván tükrözte az ő személyiségének a sajátosságait. Ez pedig néha gyors döntésekben, erős érzelmeken alapuló válaszokon nyugodott, és ezeket a kérdéseket, feltevéseit, gondolatait, meglátásait, amik foglalkoztatták, ugye természetesen elsőbben festészetben tudta megfogalmazni, illetve zenében. Hát egy nagyon olyan módon volt erős alkotói személyiség, hogy amit látott, megismert, keresett a világban, azt szinte rögtön vászonra tudta, vagy papírra alkotásként tenni. Én ezt láttam, hiszen az alkotótáborokban Mártéon évtizedek során, ugye a Márté Képzőművészet Szabadiskola táboraiban, illetve a Bajai Egymi nemzetközi alkotótáboraiban hát együtt dolgoztunk,
És ő tényleg ilyen nagy gyors lendülettel, merészen, vagányul oda tudta tenni a munkákat. Sokat változott az idők során alkotói véleménye, az alkotói módszere, hiszen korábbi évtizedekben ilyen lassú, átgondolt, odafigyelős módon dolgozott, és aztán kezdett felszabadulni, jobban magára találni, és a rá jellemző lendületes, friss, energikus művészt tudta a képein is bemutatni. Erik számos érzelmi, hangulati, tartalmi kötődéssel fűződik Bajához, hiszen a említett bajai alkotótáborokban való részvétel, illetve a nálunk töltött látogatások, a baráti találkozók igen fontosak. A Borbás Mihály Látogatóközpontban, korábbi nevén Borbás Mihály bemutató teremben 5 alkalommal volt csak itt tárlata, az elmúlt körülbelül egy évtized során, illetve néhány évvel a legutolsó, egyik utolsó tárlata volt a Báskai Kultúrpalotában, egy nagyszabású áttekintés ugye a munkáiból. Ez mind-mind azt tükrözi, arról mesél, hogy Eriknek emberi kapcsolatai, barátai, ismerősei voltak, művészi kötődése és a város iránti szeretete. Így van, ő nagyon szeretett Baján lenni. Napokat, 4-5 napot eltöltött ilyenkor. Sétálgattunk, beszélgettünk festészetről, élet dolgairól, Istenről, vallásról, hitről, megismerésről, világról. Úgyhogy ezek nagyon átfogó találkozások voltak. Erike önmagát úgy jellemezte, hogy boldogságkutató, boldogságkereső ember, mint ahogy hát olyan sokan vagyunk. Ő ezt a boldogságot a festészet színeiben, a festés élményén keresztül is megtalálta, illetve a zenén keresztül. És úgy fogalmaz Erik, hogy a festő fényhozó ember. A festők, a művész kicsivel több világosságot kap a teremtőtől, hogy gondolatait, a közlendőit tovább adja a szemlélőnek. Ha kép, akkor a nézőnek, hogyha zene, akkor a hallgatónak. Mindenféleképp, hogy több talentumokat kap ugye az alkotó, több fényt, és ezt a világosságot feladata, hogy közvetítse, sugározza, osztja szét az emberek felé. Erik tényleg ezt tette, hogy ezt a világosságot adta, sugározta, gazdagította a világunkat, nagyon sokat látott, nagyon sokat adott, nagyon sokat megismert a világból, és ezt a sok mindent, hát én úgy érzem, hogy nagyon sikeresen tudta képekben bemutatni, visszaadni. Erikre jellemző, ha szabad elmondanom, az a csodálat, hogy amivel a teremtőre, a teremtett világra tudott csodálkozva, ámulva és boldogan tekinteni. Nagyon sokszor volt ilyen élmények, hogy Mártéon sétálunk a töltésen, a Tisza holtágának a töltésén, nézzük a csillagos eget, tényleg gyönyörűen fölöttünk a csillagos égbolt, és akkor sétálunk, és a fűbe Szent János bogaraknak a kis apró fényei villannak meg, akkor arra az csodálta, vagy vettük észre, hogy milyen különös szépsége van, fölöttünk a csillagos ég, és ott Szent János bogarak villognak a fűbe, és akkor másnap csinált ilyen Szent János bogaras sorozatot. Tehát ő tényleg abból épített, amit látott, de ezt értő módon, és tudta azt, hogy ez a ami körülöttünk van, a világ, ami körülvesz bennünket, ez nem magától van, ez a teremtett világnak a szépsége, tehát Istent látja mögé, és azt hiszem, hogy ebben is nagyon együtt gondolkodtunk, hogy amit látunk, amiből merít egy alkotó, a teremtett világ, ez a teremtőtől való gazdagságnak, teremtő gazdagságának a megnyilatkozása, és a festőnek a gazdagsága az, hogy ezt megismerheti, és alkotásain keresztül képes bemutatni.
Ez az alkotás Mártéon született néhány évvel ezelőtt, tehát kb. 3-4 évvel korábban, az alkotótábori alkalmak egyikével, 2019-ben jól emlékszem, és ott egymás mellett festettünk, hogy a mi műtermünk az a Holtág partján, igazából a tábornak az épülete alatt, óriási nagy műterem, majdnem egy szabadtéri műterem, és látjuk, ahogy jönnek a ladikosok, eveznek, járják a vizet, horgászok mennek a vízre, kötnek ki, vagy szállnak mások vízre. Nyilván ugye a Holtágnak a sajátosság az a ladikos világ is, amit ott látunk, és egy evezővel szokásot ugye a ladikot hajtani, vagy evezni, sőt, megtetszett neki is ez a motivum, mint a evező motivum, és nekem nagyon megtetszett, hogy csinált egy evező sorozatot, akkor Erik evezőkből álló sorozatot, és ez megtetszett nekem, és akkor egyiket odaadta ajándékba, és így megőriztem természetesen nagy becsbe tartom, hogy az egyik kis kép, amit készített az alkotótáborban. Hát mi így éltünk, akkor így élünk ott, hogy alkotunk, beszélgetünk, kép születik, barátság erősödik, nevetünk, vagy csak hallgatunk, hiszen ugye alkotni azért csöndbe lehet, főleg az alkotó munka az egy elmélyült tevékenység valójában, és ez jó is, hiszen ennek a folyamatnak a meditatív jellegét nem szabad elvenni. Mert mindenképhez megvan a személyes múlt, személyes aktualitás, az a személyesség, ami közelivé teszi a barátsága mellett, hiszen Erikkel mi egymás legjobb barátai voltunk, és ezért is nagyon nagy veszteség és szomorúság és hiány, hogy nincs már itt, és megdöbbentő arra gondolni, Erik már nincs itt, nem lehet itt, nem jöhet ide Bajára itt szerepelni, sétálni itt az utcákon, leülni a városba egy-egy padra, vagy egymásnak egy képet megmutatni, vagy adni, és beszélni egy-egy képről. Hát ez is nekem küldte egy kis képeslap formájában, egy kis képeslap. Szinte Mártéon festett az alkotótáborban, hát ez is egy alkotótábori pillanatnak a hangulata, illetve egy kis szelete. Tisza Holtága, Nagy Kanyar. De mindenképp rólunk szól, róla szól, hát a barátságot igazából Erik van benne minden képben, minden ecsetvonás, tehát nagyon Erikes, tehát nem tudom azt mondani, hogy bármikről, hogy hát ez most nem annyira az Erik. Mindegyik, ahogy kezdtük, Erik egy impulzív, egy nagyon expresszív személyiség volt, a képe is ilyenek, ahol durrant az ecset, meg tehát úgy szólt az egész, de a zenéje is. Mikor megszólalt, arra oda kell figyelni. Vagy ha ő beszélt, arra oda kell figyelni. A kiállításon nagyon sok kis képeslapot is elhoztam, amit ajándékba kaptam, hiszen ő a munkáiról képeslap formájában készített reprodukciókat. Ezt is két tablón össze tudtam foglalni, úgyhogy ez még bemutatja az ő munkásságának a kicsit tágabb egészét. Nyilván mindent bemutatni nem lehet, Erik nagyon sokat festett, sok munkája hátra maradt. Ezek a munkák gyűjtőknél, vásárlók, érdeklődőknél, gyűjteményekben van, és ugye nagyon sok, hát otthon maradt nála. Bízunk benne, hogy a égi és emberi segítséggel jó helyre kerül ez a gyűjtemény, és méltó folytatása lesz, méltó kiegészítése lesz majd a továbbiakban. Csak reménykedni tudunk benne. Márté visszatér nem csak képeken meg a mi beszédünkben, hanem a történetekben, hiszen ővel 1992-ben megismerkedtem, én akkor kezdtem táborba járni oda és festészettel foglalkozni, akkor már 2-3 éve a tábor részvevője volt. Azóta
tartó, erősödő barátságról tudok beszélni nagy örömömre. Ugye több évtized, óriási történések, találkozások, és folyamatosan figyeltük egymásra, egymást hívtuk meg kiállítani, jó magam ugye őt Bajára, ő engem Szolnokra, én többször szerepeltem Szolnokon az ő jóvoltából, többek között a Kert Galériában, a Szolnoki Bűvésztelep nagy galériában, a Verebes Gyuri szervezésében, de hát Erik is ugye javasolt, hogy ismerjenek meg ugye a Verebes Gyuri, mint a Verebes György Munkácsi Díjas festőművész, művészeti akadémia levelező tagja, és nagyon nagy formátum művész. Ő az, aki hát a Szolnoki Művésztelep jelenéért nagyon sokat fárdozik, és Erik is tevékeny részese volt, munkatársa volt a művésztelepnek. És akkor engem is bevitt, behívott, bevonzott ebbe a Szolnoki művész körbe, úgyhogy hála Istennek, hogy többször is szerepeltem Szolnokon, és egymást hívtuk, és Erik is jött szívesen, kiállítások, táborok, fellépések, és fontos, még talán záró gondolatként elmondani, hogy Erik ugyanolyan sikerrel, lelkesedéssel és igyekezettel foglalkozott zenével 14 olyan lemez készített, a 14. már nem került kiadásra, amit hát felvételek alapján ugye kiadásra került, basszusgitár szóló lemezek. 13, a 14-nek elkészültek a felvételi, de abból már nem lett lemez. Tehát ő fellépéseket vállalt, performanszokat, fesztiválokon zenélt, nagyon-nagyon sok ilyen irányú munkája is volt, amivel ugyanúgy sikeres volt. Tehát ő egy igazi művészalkat volt zenében, képben és életmódban, ami sokszor nehéz volt, és sok-sok akadállyal, buktatóval, de vállalta, és ezért nagyon értékelendő és példaképként feltekintek rá, hogy minden nehézségen keresztül vállalta azt a művész sorsot, ami adatott neki. A házigazdákkal együtt összesen 5 kórus részvételével rendezték meg idén a Pünköst Váró Kórus Fesztivált. A dalos találkozó a csodálatos Baja program sorozat részét képezi, és második éve már a magyarországi németek általános művelődési központjában kap helyet. Stílusosan Kodály Zoltán Pünkösdölés című kórusművével kezdődött május 20-án a Pünkösdváró Kórus Fesztivál. A nagyszabású darabot a szervező és házigazda Bajai Liszt kórus adta elő, megalapozva az esemény hangulatát. Makkai Gézáné karnagy stábunknak elmondta, amikor több mint 10 évvel ezelőtt első ízben szerveztek kórus találkozót, nem gondolták, hogy ekkora népszerűséget ér majd el, és egyre újabb dalos csapatok jelentkeznek be éneklésre. Úgy vélekedett, a város szépsége és a szervezők lelkesedése is kellett ahhoz, hogy a fesztivál fennmaradjon és újabb kórusokat tudjanak vendégül látni. Minden alkalommal jelen van szakmai zsűri is, akik igény esetén értékelik a kórusok és a karvezetők teljesítményét.
A fellépő kórusok listája idén is színesre sikerült. Nagyon szép kis városban élünk, meg az az igazság, hogy szívünket, lelkünket kitesszük azért, hogy jól érezzék magukat a vendégek. Szerintem a kórusok egymásnak ezt átadják, hogy érdemes Bajára jönni, mert énekelünk egy jót, aranyos kis vendéglátásban van részünk, és jól érezzük magunkat. Régi barátunk a Balaton Vox, Balatonboglárról, illetve nemrégen voltunk Gyöngyösön, és elámultam, két kórus is van, egy kamarakórusuk is, egy vegyes nagy kórusuk, és csodálatosan énekelnek, és én úgy gondoltam, hogy illik őket meghívni ide hozzánk, hogy viszonozzuk azt a kedves vendéglátást, amelyben részünk volt, és hát Kalocsáról még nem voltak itt nálunk, és ez meg itt van a szomszédban, úgy gondoltam, hogy ők is biztos szívesen énekelnének, és így is volt, szívesen elfogadta a karvezető hölgy a meghívásunkat. Makkai Gézáné karnagy azt is elmondta, nagyobb találkozóra készültek, azonban az anyagi helyzet miatt néhányan lemondták a fellépést, általánosságban pedig mindenkiről elmondható, hogy nehézségekkel küzd jelenleg. Az az igazság, hogy nagyon kevés pénzt kaptunk, és ha az önkormányzat nem segít meg bennünket, illetve a Baja város lakosságából a vállalkozók, akiknek úgy látszik, hogy szíve lelke az, hogy segítsenek, nem kapunk tőlük anyagi támogatást, akkor nem tudtuk volna megcsinálni. Nagyon sokat fájt, ért a fejem, főtt a fejem, hogy hogyan fogjuk megoldani, de hála jó Istennek ki tudunk belőle jönni. Az adakozóknak itt is most nagyon hálásan megköszönöm. Az anyagi lehetőségek nagyon-nagyon-nagyon beszűkültek. Pályázgatunk ide, pályázgatunk oda, nagyon-nagyon kevés pénzt kapunk, és azért gondoljatok bele, hogy Sopronból például egy busszal ide eljönni mennyibe kerül. És azért, ha jó belegondolunk, a kórusok zöme idős ember. A fiatalok valahogy, jó, vannak csodálatos ifjúsági kórusok, de az ilyen amatőr kórusok, mint ahogy mi is vagyunk, idősek, és hát nem állnak valami nagyon jól anyagilag, hogy áldozzanak ilyen utakra. Az idén is úgy voltam vele, hogy legyen ez egy jó ízű éneklés, ne legyen olyan szigorú, jaj, most minden hangra oda kell figyelnünk, mert jön a kemény zsűri. Így is jön zsűri, szakmai zsűri a kótából, akik, ha igényt tartanak rá, a kórus vezetők hasznos tanácsokkal látják el őket. Vegyes a repertoárunk, régi művek, új művek, aztán a zárószám is tulajdonképpen Tillai Arul él, tanár úr, egyik aranyos, kedves kis műve lesz, ami a kórus muzsikáról, a kórus éneklés öröméről szól, és hát szeretnénk ezzel is tisztelegni a tanár úr előtt, hogy még mindig 90 pár évesen még mindig aktív, dolgozik és kórust vezet. Ebből nem lehet abba, hogy ebből csak kihalni lehet. A kórus találkozón köszöntőt mondott Nyirati Klára polgármester, méltatva mindazok munkáját, akik önzetlenül dolgoznak a város sokszínű kulturális rendezvényeinek megvalósításán. Nagyon büszke vagyok városvezetőként erre a kínálatra, és arra, hogy olyan nagyon sok önzetlen ember él itt, akik támogatják, szervezik, a munkájukkal segítik azt, hogy ezek a programok létrejöjjenek. Idén is olyan kórusok kaptak meghívást a találkozóra, akikkel a Bajai Liszt kórus régóta jó viszonyt ápol. Ilyen a balatonboglári Balaton Vox énekkar is, amely már maga is többször vendégül látta a bajai csapatot, és a Pünkösdváró Kórus Fesztiválon is másodszor énekel. Repertoárjukban egyházi kórusművek, motetták, népdalfeldolgozások és kortárs darabok is szerepelnek, amelyeket mindig az adott esemény hangulatához igazodva választanak ki. Nálunk is ugye egy középkorosztály van, fiatalok is azért vannak, de hát a 10-20 éves korosztály azért nálunk sincsen, de a többiek azért vannak. Idősebb korosztály, mint az én őszülőhajam, úgyis ilyenek is vagyunk azért elegem. Férfiak kellenek mindig, tehát a női tagok azért mindig vannak, a alba is, szopránba is, férfiak kevesebben vagyunk. Most sajnos kevesebben tudtunk jönni a
ide, mert elég sokan voltak, akik nem tudtak. Tehát a kórus teljes létszáma az 45 fő, és most itt 35-en vagyunk. A kórusunk 1922-ben, most már 100 évvel ezelőtt alakult meg, Iparos Dalkör néven. Mi 1990 óta viseljük a Balatonbox nevet. Egy jó kis együttes, fesztiválkórus minősítéssel rendelkezünk, és eddig a hazai szerepléseiken kívül 13 országba vittük el Balatonboglár és a magyar kórus muzsikának a jó hírét. A rendezvényen a magyar és a nemzetközi kórusirodalom legjavából válogattak a fellépők, a közelgő pünkösdi ünnepkörhöz is igazodva. Az énekkarokat hangszeresek is kísérték, a minél teljesebb hangzás érdekében. Hat éve énekelünk együtt. Rajtunk kívül még két kórus működik a városban. Egy 27 fős város, 27 ezer fős városról van szó. Én mindenképpen ezt egy jó dolognak tartom, pláne így a Covid után, hogy ez így megmaradt. A kezdetekben viszonylag idősebb férfi karral indultunk, és ez volt az egyik fő feladat, hogy a kórust fiatalítsuk. Részben igen, igen. Sőt, most már ott tartunk, hogy a kamarkórus is ebből a kórusból nőtt ki, tehát tulajdonképpen ez egészült ki külső tagokkal. Tulajdonképpen ki kell nevelni az énekeseket, más megoldás nincs. Én annak idején közel 40 évig egy zenei általánosban tanítottam, és az onnan kinövő énekeseim nőttek bele a vegyes karba. Hát ennek köszönhetjük, hogy még vegyesnek hívhatjuk magunkat a szó olyan értelmében, hogy férfi és női szólam még létezik. Lehetnénk többen is, mint a régi szép időkben, mikor 20-25 férfi is énekelt. Ez a múlté már. Most már inkább a létszámok növelése helyett a minőségre próbálunk koncentrálni. Többnyire reneszánsz klasszikus művek, bár az utóbbi néhány évben a könnyűzene felé is nyitottunk. A kamarakórusnál viszont kifejezetten 21. századi művek szerepelnek, és ők most már versenyen is indultak, úgyhogy oda is tanultak kötelező műveket. Tehát tulajdonképpen elég széles a skála, amit tudunk produkálni, hála Istennek. Van nekünk egy ilyen programunk, hogy barangoló koncertsorozat, és tavaly augusztusban meghívtuk a Bajai Liszt Ferenc kórust hozzánk barangolni. És tulajdonképpen úgy kerültünk ide most vissza, hogy erre a pünkösdváró kórusfesztiválra kaptunk meghívót. Egy innen van a kapcsolat. De én a Makainét már régebbről ismerem, mert hát ő azért nem ma kezdte a pályáját. Nem azért, hogy én ma kezdtem, de ő semmiképpen nem. Úgyhogy régi ismerősként üdvözöltük őt. Zárásként az összes kórus közösen énekelte Tillai Aurél Viva la Musica című darabját, tisztelegve a 90 évesen is aktív mester munkássága és az együtténeklés öröme előtt. A hagyományoknak megfelelően a kórusfesztivál résztvevői vasárnap délelőtt közösen látogattak el Lukin László zenepedagógus nyughelyéhez is, a Rókus temetőbe. Most pedig lássuk, milyen programokra számíthatnak az elkövetkezendő napokban. Június 1-én csütörtökön 18 órakor mutatják be a Bajai Színi Stúdió növendékei évadzáró gála műsorukat a Városi Színház teremben. Elment a nap. Balázs Feczó emlékkoncertjén vehetnek részt az érdeklődők június 2-án este 7 órától a Bajai Városi Színház teremben. Június 3-án ismét egy tanév végig gála várja a közönséget. A Duna Népzene Néptánc Tanoda növendékei állnak színpadra a Városi Színház teremben. A 17 és 19 órai kezdettel hirdetett előadásokra jegyelővétel szükséges.
ismét Bajának Golgota Gospel Kórus. Június 4-én este 7 órakor a turisztikai központ előtt várja az érdeklődőket Magyarország legnagyobb gospel kórusa. Véget ért már a kulturális magazin műsorunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten ismét várjuk Önöket a képernyők elé. További szép estét kívánunk, viszontlátásra!